Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Az egyetlen dolog, amiért megtartom az Xbox Game Pass Microsoft Store izé előfizetésemet, mert hogy ahogy telik az év, megjelennek a Halo játékok PC-n. Nemrégiben megjelent a Reach, de az igazi, amire én vártam, hogy visszajöjjön. El is kezdtem a Ritchel játszani, jó? Kezdjük az... El is kezdtem a Ritchel játszani, és úgy, áh, valami valami hiányzik, valami hiányzik. És most végre kijött a Halo Combat Evolved. És ez volt az első játék, az első játék, amit játszottam, a valaha első pénzből, saját pénzemből vásárolt PC-n uh, tizen... Hat évesen. A játékot kettő darab CD-ről telepítettem fel, ha jól emlékszem, igen, két darab CD-ről telepítettem fel, törten, természetesen, és orba szájba játszottam a single playerjét ennek a játéknak, mert ez volt az egyetlen játékom. A vicces az egészben az, hogy ahogy- ahogy elmentünk a haverommal Budapest uh, soroksár külső részeire, ott, ahol a, hát nem messze az ocean de még az ocean is egy 20 percre, ú, már nem emlékszem, melyik lakótelep van arra felé. És um, ott volt egy ilyen kis mini PC bolt, és onnan vásároltam össze az első számítógépemet egy akkora 22, 22 szalas volt, nem, 24, 24-szolos monitorral, de ez még ez a régi fajta, aminek jó nagy hátul, jó nagy segge van, képcső benne, meg minden, de az a monitor, barátaim, az a monitor 120 hz tudott. Érdekes? Azokról a monitorokról cseréltünk le akkoriban, a lapos 60 hz -esekre. szóval micsoda teljesítményvesztést kaptunk, szóval... Jövünk hazafele Budapest utcáin és a Guvacsi útnál vagyunk a 13-as villamos után futunk. Igen, aztán hiszem ott van. 13-as villamos után futunk, én meg a haverom. A haveromnak a hóna alatt a monitor, <laughs> az szóval a legalább 30 kg, az én hónom alatt a gép, és futunk a 13-as villamos, hogy érjük el, mire utánunk szól egy barna testvér, hogy Honnan loptátok azokat? Hát én azt hittem besírok be meg, amikor felértünk a villamos, hallottad, mit kérdezett a gyerek? Ja, jaj jaj hogy honnan De tényleg úgy nézett ki. Futunk egy monitorra, meg egy géppel, meg a hónunk alatt, táskával a hátunkon, elérik a 13-os villamost. epik epic jelenet volt. Szóval így lett meg nekem az első saját pénzből lopa, vásárolt számítógépem. 80 ezer forintot költöttem rá akkor, és ez azért nagy pénz volt, mert kurva rég volt, az biztos. Az első játék, amit feltelepítettem rá, a Halo volt, Combat Evolved, és így azt a kurva, tehát annyira lenyűgözött az akció, a kihívás, a történet az egésznek, és de főleg, főleg a kihívás, amikor beértél a Silent Cartographerbe. Vagy amikor vo volt az jelent, amikor két két híd van, és a két hídon kettő darab, ez a nagy darab góljátszerű uh, izé, őrzi őket, és azon kellett átmenni, és én esküszöm, én legalább fél órát killottam, hogy lelőjem azt a két nagy darab izét, meg, tehát annyira kezdő a játékokban, legalább fél órát kiillottam az a újra mentés izé, a Silent Cartographer-en, amin átjutottam, én azt hiszem, hogy teljes nap volt, annyiszor haltam meg, amire újra próbálkoztam, rá kellett aludjak egyet, és akkor végre átjutottam Annyira egy nagy sikerélmény élmény volt, és azért jegyeztem meg a nevét, hogy Silent Cartographer, mert, mert annyira nehéz ott számol ez a pálya, hogy már, már, a végére már feltűnt, hogy az a neve a pálya részlegnek. És a vége felé, amikor haladsz, és már kezdenek jönni a csaták, a tankok, a repcsik, és az egész hangulat a Halo Combatnak, amilyen van, az egyszerűen elképesztő volt. És nem beszélve nem beszélve a végén a Pillar of Autumn-on, ahogy végigmegyünk ugye a jippel, eleinte nem tudtam, hogy mit kell csinálni, Jézus, ha nekiindultam gyalog, ez meg, gyalog nekiindultam, és mindenki bunyózik ott mindenkivel, úristen, és, és de rájöttem, be ülni a jibben, de aztán azt a jipp tudni, kéne vezetni. Na, amire megtanultam vezetni, még eltelt egy nap, hogy időbe kiúsak. A végén annyira profi voltam, annyira tudtam az utat és az ugrálokat, pillanatok alatt végig tudtam uh, menni ezen a pályán. Egyszerűen uh, elképesztő, epik élmény volt a véges, ugye a végén, ahogy felrobban a, a, a gyűrű. A Halo története nagyon jó, egy nagyon jó akció és dráma eh, keveredése, egy nagyon jó történet két fajról, akik harcolnak egymással, ugye az emberek és a Covenant, uh, továbbá ugye a Flood ott van a harmadiknak, mint a, mint a helyi, hogy is mondja, mindenkit veszélyeztető fertőzés, és bárhova elérő fertőzés az egyetlen ok, amiért az emberek és a Covenant összefogtak um, a, a Flood ellen, de utána persze újra kell harcolni, nem probléma. Um, egy nagyszerű játék, hogy ha nem vagy elég idős, mert nem voltál elég idős ahhoz, hogy tudd, hogy mi az a Halo, é, akkor itt az ideje elkezdeni. A remastered változaton annyira remastered, hogy szép fények, fények vannak, és egy-két fűszállal több. De hidd el nekem, hogy az élvezeti faktor, a, a kihívása a, a pályáknak, a nehézsége a harcnak, nagyon jutalmazóvá teszi a gameplayt. Jó a játék, jó a történet, és hogyha te nem leszel szerelmes kortánába, akkor, akkor nem is játszottad ezt a játékot. Nem tudok olyan Halo játékosról, aki ne lenne szerelmes kortánába. Na, ennyi. Le van tudva. Bevallottam jelen pillanatban kipróbálhatod a játékot kemény, 4 dolcsi havonta, szóval 4 dollárba kerül a Game Pass, vagy Xbox Game Pass, vagy akármi előfizetés a Microsoft Store-nál, de biztos vagyok benne, hogy az Encore-on már felelhető a játék, hogy is mondjam, még olcsóbb változatban. Szóval minden bizony, az, ez az a játék, a Halo, ami, amin érdemes végigmenned. Ha túl fiatal voltál és lemaradtál a játékról, itt az ideje. Na most, ami a multiplayer-ét illeti például ennek a játéknak rettentően árkádos, uh, eléggé skill-based, mivel, hogy nem egyszerű lelőni az enemiket, és az nyer, aki pontosabb és precízebb, uh, de mivel, hogy az árkád mostanra egy kihalt játékmód nagyon kevesen játszák, és nagyon specifikus közösség. Ez nem jöntő, hogy nem fogsz játékot találni a multiplayerbe, viszont megeshet, hogy a mostani generáció, ha mosti generációban vagy felnövekő generációban, akkor nem feltétlenül fogod élvezni annyira, mint régen élveztük mi. Mert akkoriban azok voltak a divatok és az első multiplayer játékok, és a Halo, mint olyan elég nagy. Nyoma, nyomatot hagyott a multiplayer játékokban és természetesen utána jöttek ez a kod és társai című multiplayer és ezek átvették az uralmat viszont a single player mindenképp egy olyan dolog, amit ki kell próbáljál és egy jó dolog benne, hogy egy gónyomással tudsz váltani a régi és az új Halo között, hogy megnézd, hogy hogy nézett ki a retro Halo, és, és nézegettem, nézegettem, passza meg is, hogy milyen realisztikusnak tűnt akkoriban ez a grafika, és mennyire OP volt, és mennyire szép volt, és mennyire minden, és most még a remastered változata is csúnya. <laughs> szóval nekem még az is csúnya eh, ahhoz képest, de, de nagyon meleg szívvel tudom ajánlani eh, ezt a gémet. PC játékosként több mint egy évtizede várok erre, hogy az összes Halo megjelenjen PC-n. Az egyetlen dolog, amiért fenntartom a Microsoft előfizetésemet, hogy ez, ezek ezekkel a játékokkal, az elmaradt játékokkal játszhassak, ami, ami a Halo-ból lemaradt. Úgyhogy már alig várom a többit. Halo 2 Visztán jelent meg, értitek? Visztán ez meg csak azért raktam fel visztát a gépemre, hogy Halo 2-vel játszhassak. Oké. Okay. De végül annyira szörnyű volt, és nem bírta a grafikus kártyám, hogy letelepítettem. Úgyhogy lemaradtam a Halo 2-ről, ami még annó PC, az utolsó Halo, ami PC-re is megjelent. Úgyhogy ja, már alig várom. Alig várom őket, hogy, hogy kipróbáljam. És hogyha eddig nem tetted, pff, tényleg. És ja, a Microsoft fizetett nekem 5 millió dollárt, hogy ezt mondhassam. <laughs> Na jó, csak vicceltem, szart se fizettek. A Halo egy jó játék. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Iratkozz fel a csengőjelecskel, tudjátok, szokásos, szokásos. Nagyon köszönöm, sziasztok!